Három napon keresztül felkészítő képzésen vesznek részt a tatai választókörzetekben április 6-án szolgálatot teljesítő bizottságok tagjai. A felkészítés részeként az esküt is letették. Tatán 24 szavazókör létezik, és ebben dolgoznak április 6-án az országgyűlési képviselők választásán a szavazatszámláló bizottságok tagjai. A bizottsági tagok csak úgy kezdhetik meg a munkájukat, hogyha a polgármester előtt esküt tesznek, fogadalmat, amelyben a jogszerű működésre teszik le esküjüket. Ez történik meg a mai napon, valamint az alakulőülés, és ezen kívül a helyi választási iroda munkatársai felkészítjük őket a teendőkre. Tájékoztatást adunk a jogszabályokról, a jogszabályváltozásokról, arról, hogy milyen feladatokat kell ellátni ezek alapján, a rendelkezések alapján, a szavazás napján. A szavazatszámláló bizottságban választott és delegált tagok dolgoznak. A választott tagokat a képviselőtestület választotta meg, bizottságonként 3 fős létszámban, és a szükséges számú pótagokat szintén a testület választotta meg. Ezen kívül delegált tagok is dolgozhatnak itt, őket pedig a jelölő szervezetek delegált. Március 21-e volt erre a határidő. Tata városában ezzel a lehetőséggel a Fidesz-KDNP, a YES, az MSZP együtt DKPM MLP jelölőszervezet, valamint a Jobbik jelölőszervezet élt. Ennek alapján állt össze a bizottság tagsága, akik a működésük során a jogaikat és kötelezettségeiket tekintve egyenlőek, közös döntéseket hoznak, hivatalos szervként működnek, és tagjai pedig hatósági személynek minősülnek.